Novai Gábor működésének a magyar könnyűzenei életben jól elválasztható szakaszai vannak. Tagja volt a generálzenekarnak, ahol együtt muzsikált Karácsony Jánossal, Charlie-val vagy Révés Sándorral. És van egy stílusban egészen más zenei világa, a Hungáriával és a Dolly Rollal. Ő egyébként az összetartó erő, valahol egy kicsit a kovásznak nevezném őt a zenekarokban. Ez nagyon érdekes, hogy ő sohasem volt frontember, nem ő állt sosem az érdeklődés leginkább központjában, hanem ő volt az, aki egy kicsit a motorja is volt, meg egy kicsit az esze is volt a csapatoknak. Tehát az, hogy valaki egyszerre ír szöveget is, meg zenét is mondjuk egy zenekarban, az elég sokat elárul a személyiségéről. Novai Gábor ilyen volt a Hungáriában is, és persze rengeteg számot írt a Generálban is. És hogyha kicsit az emberi oldaláról nézzük, akkor pedig az ő habitusa is olyan, hogy hallgatnak rá az emberek. Tehát ő tud lenni a nyugodt erő. Amikor egy kicsit elszalad a ló, mondjuk egy Fenyő Miklóssal, vagy egy Szikora Róberttel, vagy akár egy Révész Sándorral, vagy egy Charlie-val, akkor ő tud lenni a nyugodt erő, és ő tudja lecsillapítani a kedélyeket, és aztán utána tudja mutatni, hogy mi a következő, illetve az azt követő feladat. Tehát ilyen szempontból azért az ő személye megkerülhetetlen egyébként, akár a Generál, akár a Hungária, vagy akár a Dolly-ról történetében. Novai számára nem annyira szöges az ellentét a két zenei világ között. Azt mondja, aki imádja a muzsikát, minden stílusban megleli a maga örömét. Aki jó zenél, vagy szereti a zenét és imádja magát talán a művészetet is, vagy talán csak a zenét úgy általánosságban, annak egy-egy műfajból átállni nem olyan nehéz. Én azért nem tartom olyan nagy különbségnek. Bár sokan megkérdezték, hogy lehet egy ilyen funkis generálból átmenni rock and rollba, és először azt mondták, hogy igen, hát teljesen más műfaj, de azért én látok összefüggéseket azért a két zenei világ között. A töve egy amerikai zene, ugye az kell adaptálni ugye a magyar ízlésnek, úgyhogy ebből a szempontból tulajdonképpen nem egy olyan nagy dolog átállni. Mind a kettőnek megvan a nehézsége. Az egyiknek ugye a hangszeres tudás, az kell fejleszteni a funkinál, vagy a ritmikai képzést kell, arra rá kell állni, arra a ritmikai világra. A Hungáriánál például, ahol nem az volt a fő szempont, hogy ritmus, hanem sokkal komplexebb, és sokkal nehezebb volt az, hogy játszottál, énekeltél, vokáloztál, közben foglalkoztál minden mással, a zenekarnak a reklámozásával, az, hogy különböző helyekre kellett bejárnunk, különböző irodákat kellett megismernünk, meg kellett ismerni a szerződésformákat például. Tehát egy ilyen komplexebb, ilyen polihisztor-szerű, és a hangtechnika, ugye ott volt a hangtechnika, a fénytechnika és az egész olyan szakmai dolog, amire ugye az ember most már nem gondol, mert ugye mindent külön csinálnak ma már. Nem volt egyszerű dolga egyik csapatában sem, hiszen karizmatikus egyéniségek vették körül minden formációban. A Hungáriában azért volt 6 ész, ugye mindenki a maga nemében zseniális volt, és mindenki maga nemében egyedi volt, és megismételhetetlen egyéniség, ha úgy tetszik. Így Novai Gábor is, és ezt ő is meg tudta mutatni a Kaszinó Twistben, amikor ő énekelte. Sokan azt hiszik, hogy a Fenyő Miklós énekelte, nem azt a Novai Gábor énekli. Minden egyes lemezen énekelt egy olyan dalt, ami egyébként emblematikus száma lett a Hungáriának. De mind a mellett pedig azért igen, tehát neki kellett egy komoly háttérmunkát is végezni. Nem véletlen, hogy jelen pillanatban is, vagy a Hungária feloszlása után is sok-sok éven keresztül ő azért a Fenyő Miklós produkcióknak is a zenei rendezője volt, vagy ha úgy tetszik, akkor még inkább a producere volt. A Hungária volt a legnagyobb siker, az ugye az, amikor a Limbo Intóval megnyertük a fesztivált, ugye az én barátom és társszerzőm Fenyő Miklós akkor el se akarta hinni, hogy mi leszünk az elsők, pedig már ott álltunk a bejövő folyosón, és már azt vártuk, hogy na mikor fogják bemondani, hogy mi leszünk.
akkor az egy hatalmas nagy siker volt. Attól kezdve országos népszerűségre tettünk szert, és ez tartott 3 évig. A generál meg azért volt nehéz, és azért volt jó, mert ugye nemzetközi sikereket értünk el, megnyertük itt a Kimi Tudott 72-be, és utána bejártuk az egész keleti tábort, nyugati tábort, Szibériától a Hilversumi milliómos negyedik Hollandiáig, úgyhogy mi ott meg az volt a nehéz. Novaitól nem áll messze a tehetségek gondozása sem. De felejtsük el, jó, a rendszerváltás után még egy kiadónak is volt a zeneigazgató, ezt úgy hittem, hogy Rákóczi kiadó, és hosszú életet nem élt meg, de akkoriban melyik kiadó élt meg, sok időt jöttek, a multik is megvásároltak mindent. Azonban évről évre, vagy időről időre felfedezett újabb és újabb tehetségeket, és azok viszont befutották a maguk pályájukat. Tehát, és nyilván ezek már lezárt pályák is, nyugodtan mondtanul például egy Unisex együttes, a 90-es években óriási sztárcsapat volt, Novai Gábor fedezte fel, vagy Sugar Berci még a 90-es évek elején, ő is a felfedezettje volt, de Novai Gábornak, de hogyha azt veszük, hogy a padüdőnek a Bye Bye szásáját is Novai Gábor írt, akkor azt kell mondjuk, hogy még a rendszerváltás környékén is letette a névjegyét a zeneművészeti alkotó tevékenységével, és hát nem beszélve arról, hogy most már több mint másfél évtizede a Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar is a népszerűségén szerintem mostanában vannak a csúcsukon, és még ki tudja, mi lesz ezután persze, de folyamatos megkívásoknak tesznek eleget 3 számjegyű a koncertjeiknek a száma évente. Úgyhogy azért ez eléggé beszédes adat. A végén arra is kíváncsi voltam, mit gondol saját magáról, saját szerepéről zenekaraiban. Én voltam a motor, tudod, a motort, hogyha úgy vesszük, én ugye mindent egy autóhoz viszonyítok, mert az autónak van karosszériája, az a énekes és a zenekar kinézete, és van a motor, aki hajtja az egészet, és én voltam a motor minden együttesembe. Most a Marót Viki és a Nova Kultúrban is én vagyok a motor. Tehát, de a motor az nincs szem előtt. Tehát a motort azt nem nagyon ismerik, csak ha felnyitják a motorháztetőt. És ugye sokan a karosszíria alapján veszik meg az autót. És arra nem gondolnak, hogy van egy motor is. De ezt most nem panaszként mondom, mert minden együttesben, amiben bennem voltam, végül is sikert értünk el. Szeretsz motor lenni? Szeretek. Jobban szeretem, mint hogyha karosszéria lennék.